Szeretettel köszöntöm nézőinket. A párosan szép vendége ezúttal két kiválóság, úgy is mondhatnám így privátilag is, hogy hungarikumok, Béres Klára asszony és Béres József, doktor Béres József, a Béres RT igazgatója, és a Béres RT elnöke, és hát a Béres Alapítványnak is a fő embere, Klára. Ezt hadd kérdezzem meg pontosan, hogy a Béres Alapítványnak ugye annak a. milyen Elnöke vagyok. Elnöke. Jó, akkor két elnökkel ülök is elnök. szemben. Ez annál nagyobb megtiszteltetés, és mondtam pontosan ezért, hogy akkor most mi a privát privátszféránkat itt elővezethetjük-e a kamera előtt, tehát hogy tegeződhetünk-e. Mire amit a Klára mondott, én szeretném, hogyha akkor ezt meg is értem, mert az nagyon tetszik. Azt mondtam, hogy na, ná, természetesen, hiszen ezer éve ismerjük egymást. És még egy dolgot elárulok a kedves nézőknek, hogy ugye, hát itt van mögöttem ez a zakó, nem tudom, hogy lehet-e látni, egy nagyon szép sötét zakóval készültem, ugye, hiszen a Béres RT azért a magyar tábla egyik élharcosa és hogy ide jön a két elnök, az alapítványi elnök és a ZERTI elnöke is, hogy nagyon szépen öltöztem, de véresül úr azt mondta, hogy mivel ez egy ilyen félig-meddig privát beszélgetés, ezért ne vegyünk zakót. Úgyhogy én így, így csináltam, hogy ki is készítettem az zakót, hogy megvan az zakó, de, de le is vettük. Nem csak az illendőség szerint, hanem kíváncsiságból is tényleg az első kérdésem az az, hogy vajon a kommunikációval Béres mióta foglalkozik, hiszen nagyon kevés cég nagyon kevés olyan filozófia van ma Magyarországon, amely népszerűbb és érthetőbb, mint a Béres filozófia. Nagyon érdekes az, hogy én a kommunikációval egyáltalán foglalkozom. Én ezt valóban egy nagy ajándékként kaptam a sorstól, ugyanis nem kommunikációs szakembernek indult a pályám, vegyész vagyok, okreveles vegyész, és kutatónak készültem így is ismerkedtünk mi meg Jóskával az egyetem révén, és mint kutató vegyész kezdtem el dolgozni annak idején, hát most már 25 éve, ugye az idén 25 éves a cégünk a Béres Részvénytársaságban. De azt a részvénytársaságot nem a mai részvénytársaságnak kell elképzelni. Kicsi volt, volt tíz alkalmazottja, lelkesek voltunk, de ez ugye a rendszerváltozással egy időben, és elindultunk fejlődésnek. És aztán ahogy fejlődött a vállalat, egyre nagyobb szükségét éreztük annak, hogy profi módon legyen kommunikációja, és ennek a cégnek irányított kommunikációja ne csak spontán. És az akkori vezérigazgató azt mondta, hogy kedves Klári, én nagyon jól ismerlek téged, te jól tudsz beszélni, értesz a termékekhez, hiszen vegyész vagy, ismered a családot, átolcettik, hiszen benne élsz, nincsen jobb kommunikációs lehetőség, mint te legyél a PR vezető. És akkor én azt mondtam, hogy jó, én mindent, életemet és véremet a béres részvénytársaságért, de mi az, hogy PR? és akkor megegyeztünk az akkori vezérigazgatóval, hogy együtt leszünk a PR-esek, mert hát azért annyira nagykép, és annyira magabiztos mégse lehettem, hogy na jó van akkor majd mint reggész teszek egy kommunikációs vezető, és akkor szépen beletanultam. Én azért fogalmaztam úgy, hogy, hogy valóban ajándék, mert én ezt nagyon nagyon szeretem, és valóban úgy érzem, hogy ez a rám való, nekem szánt szakma az élettől, tehát tényleg jó volt a ráérzése a kollégának, hogy erre én alkalmas leszek, hiszen nem csak feladatként, hanem valóban szívelélekkel megélt feladatként tudom ezt azóta is teljesíteni. És most elmondom, hogy mikor volt ez mindez 1992-ben, úgyhogy majdnem ezer évvel ezelőtt. Egyébként Klárikának, feleségemnek szerintem vele született képessége is van erre, tehát hiába váltunk mindketten vegyészé, de még a céget megelőzően is nagyon kiváló úti naplókat írt például utazásainkról, tehát ez azért bőségesen elővetítette azt, hogy ő képes ilyen feladatokat, tehát kommunikációs PR feladatokat megoldani. Az írás mindenképpen egy óriási erőssége, tehát én úgy látom, hogy ebben a szakmában is sokszor a szakma helyén van, PR, kommunikáció, reklám, arculat és egyebek, de az írás képesség, hogy az ember helyesen, szabatosan, szépen tudjon írni, ez nála korábban is megmutatkozott, és aztán nem sokkal utána, amikor édesapámról például ezeket a könyveket, amelyek itt hevernek előttünk, ugye, egyebek mellett megírta, van, akkor ebben nagyszerűen látszott, hogy nem csak egy ösztönös PR kommunikációs szakember van, aki azért ebbe az irányba képzi magát a cég kezdeti éveiben, hanem van egy olyan született képessége, egy Istentől kapott tehetsége, író képessége, írói vénája, ami azért vetekszik olykor-olykor az írókkal, tehát ezekkel a könyvekkel nem kellett szégyenkeznünk. És a könyvnek, ha már édesapámat említettük, ugye az egyik erőssége, hogy hogy ugyanakkor nem írja át a gondolatait és a szókincsét sem az alanynak, hanem ezt megőrizve mm. próbál egy fogyasztható, jól használható könyvet. Nem turbósította a könyvet, ahogy azt egyesek szerették volna. Így van pontosan, Tehát neki meg volt ez a képessége, mm. hozzám is valószínűleg még kezdett szép leveleket, írt és szép mm. ígéreteket. Azóta csak mondom azóta a csak mondja, de, de aztán ez szépen kibontakozott, és hát nyilván ma a cégben ez a kommunikációs szakma, Jóval uh -huh. kiterjedtebb sem, mint egy személyhez köthető lenne, de ennek a felügyeletét ő végzi el, amiben természetesen nagyon fontos, hogy családtag, és nagyon uh -huh. fontos, hogy ismerje a históriát, illetve uh -huh. van egy olyan szakirányú végzettsége is, ami kellően ezt megalapozza. Hogyha szabad személyeskednem most magammal kapcsolatban, hogy a kedves nézőknek annyit elárulok, ugye, hogy én egy másik könyvben írtam az idősebb doktor Béres Józsefről, és euh, akkor találkoztunk, és akkor, euh, Klára, te írtad ezt az első könyvet, és mondtad, hogy olvassam el, és én elolvastam, és én csak annyit mondtam, hogy ez nagyon jó így, csak lehetne egy ilyen rövidített, turbósított változat is. De most ettől aztán kifekült az egész cég, hogy a zsűtöpédő azt mondta, hogy turbósított változatot is csináljon meg a család. Úgyhogy, de most már megbocsátottatok. Más, azért, van, ugye? más a feladata. ne messza. Az idő megszépíti mindezeket a dolgokat, bár visszautalva egy kicsit a beszélgetés elejére azt hittem, hogy az első kérdésed az arra fog vonatkozni, hogy hogy indult a kettőn kapcsolata, nem, nem az, hogy nem hogyan jön. indult a pr a kapcsolata a Klárikának, nem. hisz ez korábban volt ami mi indulásunk. Igen, nem akartam ennyire kronológikusan, mert azt a Klára, mint könyvíró is tudja, hogy nem feltétlenül kell ilyen lineárisan vinni a történetet, mert sokkal érdekesebbnek tartottam, hogyha azt mondjuk, hogy most te vagy a főnök, hiszen te vagy a béreserti elnöke, hogy vajon, mert én a Klárát ismerve ő azért tudja érvényesíteni az elképzeléseit és az akaratát, de hogy a kettőtök viszonya ott benne a cégben szól, mennyire ilyen főnök és beosztott viszony, vagy ez, ez teljesen lényegtelen, hogy kinek mi van a névjegyére írva? Hát alapvetően lényegtelen, hisz próbálunk, akár mondhatom azt, hogy demokratikusan vezetni egy céget, hogy nem konfliktusokon keresztül és kompromisszumok útján, hanem mindig megbeszélve és közös döntéseket hozva, és az nyilván családtagokra is érvényes, de hát azért olykor, olykor próbálom érvényesíteni elnöki szavamat. Azért én itt jelentkeznék, hogy minden látszat ellenére ő a főnök, szóval. ez, ez abszolút így van. De hát ez egy vállalat és egy, egy nagyon komoly csapat uh -huh. van mögött, tehát nyilvánvaló, hogy ma már ugye az uh -huh. a tíz fős, ami 25 évvel ezelőtt létrejött, ma már egy 300 fős és egy 500 fős vállalatcsoport, tehát teljesedett uh -huh. ki, tehát nyilván egészen mások a munkakörülmények. Uh -huh. És én azt gondolom, hogy ez sokszor megkérdezik tőlünk, hogy hogy van ez az együtt dolgozás. Hál' Istennek együtt is, meg nem is, hiszen Jóskának épp úgy megvan a maga területe, és ő valóban azt gondolom, hogy a nagy dolgok a cég átfogó stratégiai irányvonalának a, a, megalkotója, illetve ebbe dolgozik nagyon sokat, én pedig a kommunikációban. És ami őrült nagy előny a, a, vállalat vezetésében, hogy mi így együtt tudunk venni, hogy egy biztos, hogy mi egyértelműen a cég és a család, szóval valami közös érdeket tudunk képviselni, és mivel egyikünk se gondolja magáról azt, hogy tökéletes, viszont merjük megmondani a véleményünket. Tehát én nekem nem kell attól félni, hogy ha ellent mondok, akkor esetleg kirúgnak a vállalatból. Tehát én azt mondom, hogy ezek, a... <m> <sim -wide> mm -hmm, ezek a az ütközési pontok inkább előre viszik. Tehát mm. inkább a cég érdekét tudják szolgálni, ha olykor-olykor előfordulnak. szeljenek jó, jók, hogyha az ember több szempontból is meg tud vitatni egy-két Nagyon kevés ember van, akit annyira tisztelek és annyira becsülök, és akinek az életútját úgy ismerem, mint amennyire idősebb doktor Béres Józsefét. És annyit, annyit ugye hitelesítettek a kedves nézőknek, hogy én nem vagyok egy ilyen elérzékenyülős ember. Tehát, tehát ilyesmiket nem szoktam úgy dobálni, ilyen megjegyzéseket és, és véleményeket és azt tudom, hogy nagyon nehéz harcos körülmények között kellett felnőnöd. Te hogy emlékszel azokra az időkre, ugye, hogy középiskola egyetem, akkor éppen ilyen nagy, bocsánat, hogy ezt mondom, de ilyen nagy balhék volt a körül, meg, meg, egy kicsit, mintha be is tiltották volna ennek a szernek a használatát, ha jól emlékszem, és közben meg az emberek örjönknek, mert csodaszernek tartották. Hát igen, ezek a főleg 70-es évek, ezek a 70-es évek, nyilvánvalóan meglehetősen idegörlő idők voltak édesapám számára, hisz ő biztos volt tudásában, ismereteiben, ami elvezetett 72-ben a béres megalkotásához, és utána, mivel a másképp nem tudta igazát érvényre jutatni, lényegében a készítményt elkezdi gyártani, egyfajta családi háttérrel is adni a betegeknek. Ebből ugye adódott az óriási konfliktusa aztán a politikával, illetve az orvostudományjal, és hát meglehetősen nehéz helyzetbe került, hisz kuruzlásvádjával, vágyával bűnvádi eljárást indítanak ellene, majdnem börtönbe kerül, el, bezárják laboratóriumát, elkobozzák eszközeit. Tehát inkább az idegrendszert viselte ez meg, és elsősorban természetesen az ővét, illetve édesanyámét, akik otthon vannak, akkor Kismárdán a családi házban már, ugye gyerekek kirepültek, én éppen akkor Budapesten egyetemen vagyok, itt tanulok. Ez azt nem jelentette természetesen, hogy nem állok jó atyámmal kapcsolatban, hisz ő rendszeresen járt Budapestre, mi rendszeresen járunk Kisvárdára, úgy 75-76-tól már a Klárikával, mm. ismerettségünk után. Mert csak az a meglepő, hogy akkor <hül> már éltetek, de... Ugye? Én Égen. is így gondolom. Így van, tehát mindez a 70-es évek közepetájékán. És hát a, a, az idegét őrölte ez. Ugye én nem vagyok gyerek, már fiatal ember vagyok, mégis úgy éltem meg, mint gyermek ezt az időszakot, és a gyermek félti szüleit, ez esetben elsősorban édesapámat természetesen, bár édesanyámra is nagy terh hárultott kisvárdán a Baros utcában, és én próbáltam lebeszélni atyámat erről, hogy ezen az úton tovább járjon, ilyen gyermeki kérése, hogy ugye hagyja ezt a munkát abba, és ezt a tevékenységet abba. Hát ő nem hagyta, ugye abba hagyja, akkor nem vagyunk ma itt, ő kitartott az eszméi gondolatai mellett, elsősorban kutatási eredményére gondolok meg az a hit, hogy ő tud a másik emberen a készítményével a tudásával segíteni kitartott. Tehát ez egy, ez egy, ilyen szempontból meglehetősen nehéz időszak a család életében, de valahogy 78-ban ugye beáll egy, egy, egy kis fordulat, amikor a készítmény kereskedelmi forgalomba kerül, és akkor már könnyebbé válik a helyzet, de igazán a boldog időszak, a megnyugvás időszaka, mondjuk így az a rendszerváltással jön el, amikor ő maga, meg a társaság, ami 89-ben alakul 25 évvel ezelőtt, csak kezébe tudja venni a Béres Csepp sorsának, és így Béres József sorsának is az ügyét, és attól kezdve nem egy szél marom harc az életünk, ha nem tudunk építkezni azért előre. Nagyon szeretem az ő portréit, szóval nagyon szeretek vele szemben nézni. tehát egy ilyen magabiztos, erős, harmonikus személyiségnek látszik, és akkor, amikor úgy elbizonytalanok, hogy milyen rossz nekem, meg milyen sok problémám van, meg egyebek, akkor így, így valahogy kezembe kerül, és azt mondom, hogy hát miket miken, mi átment, és mennyi, hány évet kellett várni. Döntően, amit említettem, a meggyőződés a hit, egyrészt a saját tudásunkban, ismeretünkben, azt, hogy kétszer-kettő-négy, a másik pedig az a segíteni akarás, hajlíthatatlan segíteni akarás a másik emberen, hogyha tudok valamit, akkor ezt a közjavára akarom fordítani. Tehát ez elsősorban a kiinduló pontja, úgy gondolom az origója mindennek a magatartásnak. A másik azért szoktam említeni, hogy volt mellette mögötte folyamatosan egy megkérdőjelezhetetlen családi háttér, illetve a család soha nem kérdőjelezte meg azt, hogy ő jó úton jár, Elsősorban a tudás vonatkozásában. Ugye itt elsősorban a 70-es években a politika is és a tudomány is az ő tudását kérdőjelezi meg. Azaz, nem azt mondja, hogy te a társadalomnak aranyat adsz, hanem te senki vagy, és semmit adsz a társadalomnak, sőt, te kuruzsló vagy. É, és a család soha nem kérdőjelezi meg, hogy neki nincs szikla a szilárd. Hát, nem annyira nincs egy szemrehányás mondjuk részedről, vagy, nincs. hogy papa egy autót vehetnél, hogyha te most a ts ben ott fődökösködnél, hát e, 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 és ehelyett itt Ilyen is meg nem kételkedünk a tudásában, hogy uh -huh. a béres csepp az egy jó gondolat, hogy az uh -huh. megalapozott szakmailag és tudományosan, és ez a családra igaz. És a család után ugye ott jönnek sorban a Szabolcsi, és utána az országos és budapesti támogató emberek, ugye a józsef Józsefetkelelője, megemlíten Kósa Ferenc Balcó Vandi. és így tovább, aztán az ügy ugye Budapesten eszkalálódik, így és jól a Csóri Sándor, és mások És hát a tömeges, a akik kvázi, hát mondjuk nem verik egymást, de hát tolonganak azért, hogy hozzájussanak a béres cseppel. Ez hát ugye alapkérdésedre visszakanyarodva mondhatjuk azt, hogy idegörlő, és nyilván ezt az idegörlő periódust, ami a 70-es évek elejét, közepét jellemzi, csak úgy lehet túlélni, hogyha vannak barátaim és az ügyben, és hát a támogató barát az a család, hm. illetve tényleg az a támogató és már baráti kör is, ez a 70-es évek második felére, akik segítenek túlélni ebben a nehéz és nem csak túlélni, hanem ugye Nagy László magatartása talán elsősorban ile a film is vezet el oda, hogy Nagy ez a bizonyos, László. igen, a költő Nagy László, hogy hogy elindul a készítménynek a forgalmazása a 78-ban. Tehát mindezek a, ezek a háttér erőfeszítések, politikai és tudományos viták szükségesek voltak ahhoz, hogy a Méres Csepp elinduljon egy kibontakozás útján, és hát ennek az első etapja 72 után, a 78-as gyártás forgalmazás, amikor Magyarországon kereskedelmi forgalomba kerül először a készítmény. Hát ezért ez mindenképpen tanulságos, és visszajelez valamit, hogy az értelmiség és a művészet színe java mellé állt, akkor, amikor azért nem volt az olyan kockázatmentes, hogy valakit, aki ellen eljárás folyik, meg a bíróság próbálja becsukni a börtönbe, szóval, hogy az azért ez nem volt annyira egyértelmű kockázat nélküli. Én ilyen. nagyon sokszor végig gondoltam ezt a, az időszakot, és valóban sokszor úgy szoktam fogalmazni, hogy hát a Jóska is összefoglalta abszolút, hogy ez egy nagyon különleges és történelmi helyzet volt, ahol ugye maga az ország is egy különleges, sajátos történelmi állapotban van, és hát aztán az emberek, az egyéni szereplők, ahol az a megkérdőjelezhetetlen karakterisztikus de. ember, mint Béres József, mert egy elképesztő személyiség volt tényleg, ő nagyon biztos volt az igazában, nagyon biztos volt abban, hogy merre fele, merre fele kell haladnia, és, és soha egy pillanatra el nem bizonytalanodott, de ezt az embert, hogy úgy mondjam, akkor ki is tudja csinálni, mert nem segíti, és mellette ott vannak azok a humanista gondolkodók, fogalmazunk így, akik megérzik ebben emögött nem csak az elszállást, az akaratot, a magabiztosságot, hanem a, a valódi igazságot is, és így van, nem gondolkodnak máson, csak segítenek. Én egyszer-kétszer voltam vele egy légtérben, és semmi, tehát sem ruházatban, sem, tehát egy ilyen, Lassan mozdult, lassan, tehát, tehát én inkább azt mondom, hogy tekintélyesen mozdult annak ellenére, tehát semmiféle sarsi nem volt rajta, mégis valahogy úgy volt, mint mintha egy király jött volna Késő be. De, van. De, de tényleg egész meglepő volt számomra, hogy kevés ember volt, aki ilyen aspektust váltott ki. Hát ti most már nagyon jól tudjátok, hogy sajtóban így jönnek, mennek az emberek, és azért ugye, amikor úgy megáll a levegő, az elég ritkán van. Ugye egy stúdióban, vagy valahol, és az ő esetében valóban ez volt. Vajon akkor, amikor először találkoztál vele? Mert én például, hogyha mondjuk az ő lányának udvaroltam volna, akkor biztos, hogy így, ahogy most itt távolról láttam, akkor eléggé féltem volna bemutatkozni. De hogy emlékszel erre az első találkozásra? Először is, találkozásra? amikor én a, a családba kerültem, akkor az a küzdelmes időszak volt. ez a nagyon-nagyon bizonytalan, amikor őt mindenki támadta. Tehát, hogy De hát ő, mondjam, ő akkor is gondolom ilyen. Ő nagyon-nagyon. Tehát ő attól tudott ilyen? Nagyon-nagyon karakterisztikus le lenni, hogy a lelke is nagyon tiszta és nagyon jó volt. Én az első pillanattól kezdve, hogy úgy mondjam, annyira közeli lelki kapcsolatba kerültem vele, ő engem nagyon szeretett, és én is nagyon szerettem. Hát rögtön elfogadott semmilyen próbatétel, meg próbaidőszak, semmi, nem, nem, sem nem. Ő volt. nagyon nagy szeretettel és nyitottsággal fogadott engem. Hmm. Nagyon, nagyon mindenki közül a családban. És Azt hát hiszem, még hogy az az igazság, abban. hogy ugye nagyon sokat segített nyilván ebben a közelségben, amiben a feleségem tudott idősapámmal kerülni, hogy hát is hamar ráérzett erre a béres problematikára és ügyre, és ő is nem és ez a dicséret helye is ugye harcos tagjává válik ennek a csapatnak. Ugye édesapám egy kulturált harcos, tehát ő, ő nagyon harcos olyan értelemben, hogy biztos saját magában és a tudásában és biztos az útban, amit jár, de azért ő ezt a harcot mindig kulturáltan vívta meg, tehát józanul, csúnyákat nem mondott, káromkodni nem hallottam, stb. 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 tehát ilyen értelemben azért egy egy diplomata is volt valahol benne. Most Klárika ugye még házasságkötésünk 77 előtt becsatlakozik ebbe a harcba, ebbe a küzdelembe. Ugye gyermekek vagyunk, nem vagyunk nagyon járatos. Fiatalok. fiatalok <laughs> vagyunk ebben a világban. A politika, a tudománypolitika, a szocialista tudománypolitika és politika világában. A sajtóban viszont kétségtelen nagyon sokféle ellenséges cikk jelenik meg, ugye ezt sorolni tudnánk a magyar ifjúságtól kezdve bármeddig és kuruzsló meg ilyeneket. Így, így van, van akkor, igen. így van. Zseni vagy sarlatán címe. Nem, nem. jöttet eszembe a szó, igen. Nem, és, <coughs> még sokkal, és hát nem, akkor igen. mi is fölemeljük ugye a tollat, még ha nem is vagyunk Kisvárdán, de ezek a cikkek bennünket is arra ösztönöznek, hogy fogadjunk állást, ha nem is nyilvánosan, de a sajtó irányában, atyám mellett. És hát Klárika is jegyzi ezeket a a leveleket, amelyeket a szerkesztőségekhez, vagy az éppen ott megszólaló riportalanyoknak, ellenséges riportalanyoknak elküldünk. Hát mindez nagyjából ugye a 70-es évek második felének legelején van, amikor még a készítménygyártásban sem És Például kellőd. ennek a korszaknak számomra egy nagyon szép emléke, ami ugye az egész életünkre kihatásra van, az enyémre mindenképpen nagy hatásra volt, hogy ugye én még egyetemista vagyok, és nyári szünet van, és lehetőségem van, Jóska már dolgozó férfi, hogy egy kicsit szabadabb időt eltöltsek Kisvádán, és beállok segíteni aposom mellé. És Bocsánat, ez... milyen volt ez a, mert ennek ilyen legendája van már, és ezt le is előtt szóval hogy ez, ez valójában ez egy viszonylag kis laboratórium volt. Ez, ez egy ilyen... családi ház otthon, nincs laboratórium, tehát van a munkahely, ahol van laboratórium, de a betegek, az emberek a lakásán keresik őt a szabad idejében, tehát munkaidő után, és áramlanak a A konyha van, space van, és fürdőszoba. Tehát hát ez egy otthon. A készítmény előállításának színhelye, és akkor a nappaliban pedig töltögetjük kalákában hát, lényegében. És az főleg az, az hogy jönnek csepe. az emberek, és mondjuk egyrészt tanulja voltam annak, hogy hogy milyen elszállással, mennyi erőbedobással fogadja, és milyen tisztességgel fogadja hozzáérkező embereket. Hogy hogy neki sokszor milyen komoly lelkiismereti válságot jelent az, hogy nem bírom erővel, nem bírom készítménnyel ellátni a hozzám ez a rándokolokat, És jönnek a világ minden tájáról, és ott sírnak a kapu előtt az emberek. Tehát ez lelkileg is egy nagyon embert próbáló időszak, és hát kitalál olyan dolgokat, ami, ami, nagyon nehéz, ugye, hogy azt mondja, hogy egy fiatal embernek hosszú éveket tudok adni, az idős embernek kevesebb évet tudok egyszerűen a biológia után adni. Akkor kezdjük a fiatalokkal, hogy akkor kijött kisgyerek érdekébe, és így tovább. És amikor nem jut az idősnek, hogy az milyen lelkét, ma hát egy idős ember ugyanúgy ragaszkodik az életéhez. De nem csak a betegnek, ez neki is gondot jelent. Szóval nagyon érdekes és emberpróbáló, ugyanakkor rendkívül muníciót adó időszak ez. most is, ahogy te mm -hmm. mondtad, hogy végig gondolod, hogy milyen nehézségeket mm -hmm. kell kiállni, vagy hogyan kell helytállni egy nehéz időbe, én is bizony nagyon sokszor merítek az ő példájából és emberségéből. Mindez még az, hogy tegyem hozzá, hiszen a nézők közül ugye sokan nem éltek ebben az időszakban, hogy mind mindezt a házi feladatot, amit otthon végez, azaz a betegek fogadása is béres cseppel, akkor még nem így hívjuk, készítményével való ellátását, ugye munkaidején túl teszi. Tehát ő bejár reggel, ötkor kell, hatkor benn van a munkahelyén, agrármérnök elvégzi a napi 8 órás vagy 10 órás agrárkutatásait, ami munkahelyi kötelessége, és aztán esténként, éjszakánként, és hétvégeken foglalkozik a betegekkel. Tehát ilyen értelemben kettős életet él. És hát ugyan ezt jól el, nehezen, és nehezen. Hát Nehezen. Olyan értelemben jól, hogy támasza volt atyámnak, de nyilvánvaló, hogy ez, ez idegileg mindenkire az nagy terheket jelent, hisz... A betegek nem a munkaidőhöz alkalmazkodnak, hanem ők megjelennek reggel nyolckor, holott csak majd délután ötkor fog édesapám beszélni. nem véletlenül kérdi a fia, hogy édesapám ebbe csak belepusztulni lehet, hajtabba. Tehát azért ezek ilyen nagyon összetett dolgok, nem azért, mert sajnálja az emberektől a segítséget, hanem hogy a szülők. Ez egy érdekes dolog, hogy hogy ennek ellenére a munkahelyével konfliktus alakul ki. Nyilván elsősorban irítség, szakmai féltékenység és egy hisz az egész támadás azért a helyi munkahelytől indul el. Ugyanakkor ugye az is érdekes a néző, vagy aki kevésbé ismerik a készítményt, a béres cseppet, hogy egy agrármérnök mégis hogy alkott meg egy humán készítményt. Ugye itt, itt pedig hát nyilván a kutatásnak mindig van egy logikája, és atyám elméje egy nagyon szintetizáló képességrel megáldott elme volt, aki nem ott állt meg a kutatásban, ahol lényegében a főnökök vagy a programok, a kutatási tervek megálltak, hanem őt vitte a kutatásnak a logikája sodra végig, és ugye hát ugyan ez nyilván közel egy két évtizedes kutatai munkaterméke a béres csepp, de eljut egy humán készítményhez, ez is egy nagyon érdekes dolog. Tehát óriási teher van rajta ebben az időszakban, és hát akkor jönnek ezek a 70-es évek nehézségei, és ott a pontot valamelyest ez a 78-as termék piacosítás, piacon való megjelenés. Persze, hát nyilván egy szocialista vállalat, szocialista nagyvállalat kezdi ezt piacra juttatni, amikor is ő már eladja a készítménynek a jogait, a gyártásét, forgalmazásait és a szabadalomhoz fűződő jogokat is, és hát így válláról lekerül valamelyest. Végül is iskolát neveztek erről, a szobra van, és eléggé közismert, és hát a cseppről arról a világon mindenki tud. De, de, valahogy nekem az a, az a személyiség, tehát most az, hogy Amerikában egy orvos mondjuk, aki csak a praxisában nagyon érdekes dolgokat tett, tehát csak a, a szűk környezetéről arról filmeket csinálnak, hogy, hogy szóval valahogy, valahogy ő azért én szerintem sokkal nagyobb példakép, meg sokkal nagyobb személyiség ha úgy tetszik, akkor történeti személyiség, mint, mint, mint amennyire mi most ezt tudjuk, úgy általában. Úgyhogy... De eljön az ideje annak is, Igen. szerintem, hogy ezt, ezt észreveszik Remélem. írók, költők, filmesek, biztos vagyok benne. Én, én úgy gondolom, hogy 89 után megkapta a társadalomtól is mindazt az elismerést, amit kellett mondjuk hivatalosan. A Szülőföld különösen kegyesen bánt vele, hisz szülőtelepülésén, aztán Kisvárdán is diszpolgárá. Avanzsál, a politika, a tudomány és elismeri, hisz a legmagasabb magyar tudományos elismerés, a Széchenyi díja is jár neki 2002-ben, illetve megkapja. Tehát ezek, ezek úgy helyére kerültek, az ő elfogadottsága, ismerettsége, és ez, ez folyamatosan tart. Én örülök is, hogy egy ilyen csendesebb, szerény módon, de sebb Budapest, és különösen a szülőhaza Szabolcs, Anarch, Kisvárda, Záhony nem felekezik meg szülöttéről, és folyamatosan halála után is gesztusokat gyakorol felé. Tehát szerintem ez helyén van. Lehetne nyilván fellengzősebb is ez az elismerés. Mi különösebben erre talán igényt sem tartunk, és ő sem tartana, gondolom. Ezt a történelem fogja kihozni, és, nem, és így működik helyén való módon. Nem úgy, hogy most rendelünk Igen. róla egy hát filmet. Hát végülis nagyon sokat mert... megtudhatunk róla, tehát úgyhogy meg, meg van Ezzel... az alap arra, hogy, hogy ez ez a felé indul. Ha csak szabad egy pár ilyen gesztust megemlítenem, ami akár ebben az évben, vagy a közel múltban, vagy a közeljövőben történik. Ugye Kisvádán egyik gimnáziumban, a Besenyi György gimnáziumban laborokat neveztek el ebben, laboratóriumokat neveztek el róla ebben az évben, tehát ez egy halatlan... Megtiszteltetés, hogy egyik nagy nagyszülöttének nevét veszi föl egyik gimnázium laboratóriumjai, tehát fizikai-biológiai kémiai laboratóriumokról beszélek. A közeljövőben szülőfalujában, mazáhony város teljes alakos szobrát fogja felállítani egy szépen rendezett környezetben és parkban, ami az első egész alakos szobra lesz, jó atyának például az országban. Ugye ezek szerintem így halála után nyolc évvel, a béres csepp születése után 42 évvel szerintem halatlan szép gesztusok a szülő haza részéről. Térjünk vissza erre az ifjú párra, akik itt ülnek előttem. Én úgy hallottam egy volt ilyen iskolatástól, hogy mind a ketten nagyon népszerű emberek, tehát Klára, mint nő, te mint férfi, nagyon népszerű voltál az egyetemen, vagy ahogy mondtad, mint gyerek, most már akkor már igen, csak ifjú, tehát mint ifjú. Vajon ti hogy találtatok egymásra? Tehát ez egy ilyen először barátság, és utána aztán szerelem történet volt, vagy pedig valami nagyon kemény kezdete, nagyon villámszerű kezdete volt. Hát nem volt történet. szerelem az első látásra, de lényegében az egyetem hozott bennünket össze, mikor az ötös tudomány Egyetem már kapcsolatban készült rólam egy rövid film, akkor ezt is megjegyeztem abban a filmben, hogy még feleségemet is az egyetemnek köszönhetem. De a részleteket Klárika talán jobban el tudja mondani. <laughs> Úgyis, is, mint a házasság kommunikációs vezetője. <laughs> Ez olyan, olyan szép dolog. Annak idején, ugye a középiskolásokat lehetőség volt, hogy egyetemisták felkészítsék, a, tehát ilyen egyetemi előkészítő, felvételi előkészítő, talán Stúdiunk most is van. Akkoriban úgy hívták, hogy Studium generáli. hosszasan nem mesélem el, mert tényleg a sorszerűséget érzem benne, mert ha a részleteiben megyünk, akkor ott van. Én nem is voltam jogosult ennek az igénybevételére, mert ugye csak ilyen értelmiségi munkásszülők gyermekeinek, gyermekeinek hát én nem tartoztam ebbe a kategóriába. De úgy éreztem, hogy hogy ezen részt kell venni, úgyhogy egy évfolyam társam jelentkezett, szóval hosszas és bonyolult a történet. A lényeg az, hogy a vége az lett, hogy Jóska, mint már az egyetemre járó e, egyetemista, lett kijelölve, hogy felkészítsen engem az egyetemre, és ez abból állt, hogy feladatokat küldtek ki, én a megoldásokat vissza, leveleztük, és már akkor is kommunikáltam, nekem nem volt elég, hogy csak visszaküldöm a feladatot, hanem írtam, hogy én ki vagyok, te ki vagy, tehát így levélbe elkezdtünk megismerkedni és aztán, hát Jóska akkor éppen halálosan szerelmes volt egy orosz lányba, ezt leírta, nekem, leírta nekem, én nem tudom, miket írtam, ilyen tekintetben, de tehát barátságnak indult a dolog, és és aztán a barátság így átalakult, végül is ott volt egy kis szerelmi csalódás, meg megismerkedtünk, és nem tudott ellenállni nekem. Tehát nagyon fiatalon kerültünk mi össze, nagyon... 75-ben ismerjük meg tehát egymást. Én tehát még ez gimnazista a vagyok. 77, ugye, augusztusában házasodunk És Aztán össze. persze felvettek tehát... engem is az egyetemre, mert jól felettem készítve. És aztán tulajdonképpen már mi úgy járjuk végig az egyetemet, hogy mi pár vagyunk, tehát fiatalon is házasodtunk össze, ő elvégezte az egyetemet, én még egyetemista vagyok. Tehát... Hát azon túlmenően, hogy az egyetemnek köszönhetem a klárikát, még Bicskének is köszönhetem, meg egyáltalán a rokonaimnak tudnék. <laughs> Sors. Ugye nem kijelöltek engem, hanem. Tehát voltak a lányok, fiúk, akiket ki lehetett választani, és nekem a rokonaim voltak Bicskén, és nem mondom én akkor egy Bicskei diákot, most az irreleváns volt akkor egy fiút, lányt, az a sorshozta, hogy egy leányzó mm. került elő. Egy Bicskeit fogok, mert oda néha megyek, ugye én többet jártam akkor, tehát Bicskére mm. közelebb van 30 km-re mint Kisvárd, ami 300 km a rokonokhoz hogy néha tudunk találkozni, és ugye a konzultáció az úgy igazi, hogyha találkozunk is, úgyhogy a másik a rokonaimnak és Bicskének de is köszönhetem Kárikát, mert ő egy Bicskény reányzó. Az ördög újkán nem Kári, tudod mi, hogy, hogyha most mégis egy fiút kellett volna Bicskéről patronálni, akkor, hát akkor nem két pasi vagy. Csak nem, nekünk három gyermekünk van. Mert ugye nagyon szép és nagyon tehetséges gyermekek, e, e, nem, tehát az egyik gyermek írt, írt könyvet is, a másik gyermek rajzol könyvet is. A rajzos a táncos. És a, ezt, ezt akartam mondani, hogy a rajzos a táncos, a középső az pedig kimarad, pedig, e, hogy mondjam, amikor a nevüket elismétlem, akkor mindig zavarban mondjuk, mert mindegyik emmetűs. van linda, a Melinda, van Marcel, a Marcel, és van a Mercer. Ez miért van? Bocsánatot kérek, ezt tudom, hogy nagyon együgyű meg meghangzik, de mondd, hogy nem együtt. Hát a vége tudatos volt. A vége már kettő, tudatos embertűs, volt, mikor már volt kettő akkor a harmadik is legyen. Elmondom, mert nagyon édes. a Melinda azt úgy... mond, hogy azért, mert te Klára vagy. <laughs> Hosszas <laughs> logikával de nagyon aranyos. A Melinda, mint első gyermek, kiválasztottuk a Melinda nevet, ezt tetszett mind a kettőnknek. A, a Marcia következő, és a Melinda lányunk kislányt várt, és kisfiú lett, és akkor már tudtuk, hogy kisfiú lesz, ő mindent győzködött minket, hogy csináljunk valamit, hogy fiú legyen. Nem is olyan Melida lányatok, mint kicsi lány, mint és kicsi a mama lány kociában, ő egy várta, hogy igen. egy testvér hugicája hugi fog igen, születni, igen, igen. és mondtuk, hogy nem hugi lesz, hanem ősfi, és el lett keseredve, és az egyik vigasztalás az volt, hogy választhatsz te nevet neki. Uh -huh és akkor ő a Marcel nevet választotta, ami hál' Istennek nekünk is tetszett, nem tudom, hogyha töltömre gondol, akkor mit gondolunk mi. Már bocsánat, De úgy, kérek. hogy a Marcell, ezt mondta, vagy az, hogy Marci? Nem, Marcel, Marcell. Ugyanis ennek is megvan a jó óka. az óvodában volt egy Szemes Marcel nevű osztálytársa, uh -huh. vagy, vagy csoporttársa, akivel nagyon-nagyon jó barátságban uh -huh. volt. És Szemes Marci után kapta mi marcelünk a nevét, hogy Marcel tehát az kifejezette Marcel és így lett Marcel, akire viszont tökéletesen illik ez a név. Tehát azt gondolom, hogy a mi Marcellünk az Marcel kellett a nevének, hogy legyen. Nagyon jól illik rá a név, és nagyon szeretjük azóta is mindannyian. És aztán a harmadik persze az már játékos, mert ha már két embert akkor legyen a harmadik és mivel a névadás az a harmadik az menekült, az általán preferált Teó, Leo és Bruno név elől. Tehát hogy ezt szántam a mersének. Ezt én akartam, hogy a harmadik gyermekünk az Teo legyen, Béres Teó, Béres Leo vagy Béres Bruno. És a család nem akarta, igen komolyan. nem vettük komolyan. Nem akarták, és akkor egy ős magyar, egy ős magyar nevet a mersét. Nem, 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 nem. Apuci, akkor mondjuk-e hát, pontosan, hát, tehát ez akkor szó. már két gyerek volt, két Igen. nevet kellett adni, a Melinda adta a Mersét, és a Marcella Mátét, tehát a uh -huh. kicsi az Merse Máté egyébként, Merté. ha a teljes nevét akarjuk mondani, tehát a Mersét használjuk. És most a Melinda neve előtt van egy másik név, az, hogy Regéci édes. Melinda. Hát, mert fölnőtt a gyerek, mert. és bent. Úgyhogy. És hogy kezdett elő elírni? Mert fantasztikusakat ír, és a családban vannak ilyen kisebb gyerekek, és kaptam tőled könyvet, és, és, hát habzsolják, és akkor mondom, hát ha már ezek a gyerekek ennyire szeretik, mondom én is beleolvasok, és, és hát abszolút, abszolút. Hát az édesanyjuktól, vagy a Melin az édesanyjától megörökölte az íróképességet. Hál' Istennek így a cég is tovább tud fejlődni, mert Továbbra is lesz, majd a Klárika a nyugdíjba megy, akkor lesz egy kommunikációs. egy kommunikációs szakember, bár most Merinda főleg a borászattal foglalkozik, de a Meridának határozottan még nagyobb erőssége talán az írás, és hát ennek ugye sok könyvben, amit részben saját kutfőből ír, részben ugye az a, a Macskó-Kalandok, az már egy felkérésre született mm. meseszöveg, vers mm. írja. Hát egy kicsit Igen. valósághoz szépen, ez a, ez a tehetséged, de igazából azt kell mondanom, hogy a gyerekeink között nagyon nagy a szeretet, és ez mindig is így volt, noha nagy a korkülönbség. Igen. És Melinda nagyon-nagyon sokat mesélt a kis testvérének, aki 15 évvel fiatalabb merse, Igen. mint Melinda. Igen. És Igen. ugye rengeteget, és a merse meg mindig kérte, hogy de mesél fejből, és így születtek meg azok a mesék, én is úgy hallottam, és azt mondtam, annyira jók ezek, kislányom, akkor most írd ezt meg, ezeket a meséket, segítettem. Motiváltam őket olyannyira, hogy aztán a merse megrajzolja meg, hiszen hozzád születtek ezek a mesék. Hogy gondolod ezt? És így született az első könyv, a szélebb életmesség. Melinda tehát egy, egy professzionális írónak mondhatjuk. Ezt én hallottam egyébként írói verkekből, tehát írói kritikusi verkekből, hogy abszolút nagy tehetségnek tartják. A magyar kultúra tagja, Lovagia. lovagja, lovagja, már nem is hanem lovag, és szerintem a több ideje lenne, akkor biztos előszeretettel foglalkozna ezzel, Reméljük, hogy ugye ezen kívül más, más művei is vannak, de halatlanul tehetséges és nagyon szépen írhat, titkon talán ma is folytatja. Nekem nagyon e, tetszik ezt, a címek is, ez a semmi minden. Ilyen. Tehát, hogy játékos... nem is jut az embernek az eszébe, hogy az a semmi, meg a minden mennyire közel. És van a könyveket máshoz. az öccse illusztrálta, míg nem, Tehát ott Merse. az a kis vékonyka könyv az alatt, ez a azt a azt írja. Ott meg ját, az egy játék. Ez Vélyos, mert Merse ne? rájön nem is az is fordítva van, az fordítva az egy játék. Akkor még Merse nagyon kicsi, mert hogy hatnak egymásra az emberek, ugye motiválják, ha merinda, a mers, na. Mesét ért. ír, akkor Merse is mondjon mesét. Mm. Ő akkor még nagyon, nem írt, úgyhogy... a csillagszemű együttesben, Igen. én láttam őt sokszor, ő egy nagyon vagánsászó, és, és azt, azt is tudom, hogy ő is nagyon népszerű a leány, leány táncos Hát ő körében, főleg úgy, népszerű hogy... szerintem, mi már nem vagyunk olyan népszerűek, de a gyerek <laughs> nagyon de, népszerű. De... <laughs> nem is kezdem el Mi soha nem voltunk olyan népszerűek, mint amilyen népszerű a mese. Egy valamire a nagyon emekeik. kíváncsi vagyok, hogy ugye voltak a nem is hét, hanem sok szűk esztendő, és aztán utána hál' Istennek ugye elindult ez az óriási fejlődés, és most ugye, hogyha az ember keresi például a béres alapítványt, hogy 100 millió forintokkal segítik a különböző szervezeteket, ügyeket, beteg gyerekeket, kórházakat, stb. stb., hogy, hogy most megfordult az élet, Először is a ti saját életetekre vagyok kíváncsi, hogy, hogy ez, ez hogy változtatta meg, mert ugye a kettőtök viszonyán, hál' Istennek, ugye semmit nem változott az, hogy most azért itt a, az ország legtekintélyesebb vagyonú emberei közé tartoztok, és, és, hát a másik pedig ez a jótékonyság, hogy, hogy, hogy olyanok vagytok, akik nem feledkeztek el arról, hogy hát azért vannak nehéz helyzetben lévő emberek. Akkor az első, hogy hát, nem, nem nagyon változtatott semmit, hát nyilván az ember egy picit jobb körülmények között él, talán nagyobb a lakása, mint hogyha szegény lenne, tehát akár a gyerekkoromra visszavetítve, de aki elmegy Kisvádára, ma is elmehet, és megnézi a Baros Gábor utca 3-ban lévő házat, ami üres, ahol édesapám ugye 50 évet élt, akkor látja, hogy honnan indultunk, és valószínű, nagyjából ennyi jutott volna nekünk, hogyha nem vagyunk Gábor utca, szám, három szám. Három és, de mi azzal is elégedettek voltunk. Életünket ezek a sikerek nem nagyon bolydították föl. Hát elég sokat kell dolgoznunk, és elég sok időnk megy el azzal, hogy, hogy foglalkozunk az ügyeinkkel. És nem is csak a kemény munkára gondolok itt elsősorban, hanem az, ügyeinkkel és a társadalmi kapcsolatainkkal való foglalatosságra. Bocsánat, gondolok. hogy félbeszakítalak, hogy én úgy tapasztaltam, tehát amennyire tudom, már édesapátok is egy jó részét ennek a munkának ilyen jótékonykodásban, tehát, tehát adakozott, tehát ezeket a cseppeket a rászorulóknak ő ajándékba adta, hát, tehát hogy tulajdonképpen ezt igen. a vonulatot folytatják, ezt a filozófiát. Hát egyrészt ugye szoktuk idézni és írni is, hogy édesanyának van egy üzenete számára, amit megfogalmaz már gyerekkorában, hogy fiam, segíteni tudsz másokon, akkor megtenni ezt kötelességed, Ebből nő ki 20 évvel ezelőtt, bő 20 évvel ezelőtt ugye a Béres Alapítvány a teljes életére, ami egy karitatív szervezet, és az próbál ugye rendszeresen és struktúráltan foglalkozni a bejövő kérésekkel, elesettségekkel. Azért egy bekezdést érjen meg, hogy ki mindenkinek segítettek, Lára, mert, mert, én teljesen meglepődtem, hogy micsoda összegeket osztogattok ki. Hát én nem gondolom, hogy ezt fel kellene sorolni, nem is tudnám, hál' Istennek nem tudnám, mert azt gondolom, hogy az elmúlt 25 évben valóban nagyon komolyan és következetesen adtunk. Ha patetikusan akarok fogalmazni, akkor azt hiszem, hogy azt kell mondjam, hogy belenevelődtünk egy olyan értékrendbe, aminek része az, hogy felelősséggel éljük a világunkat. Ez ma ugyanúgy jellemző ránk, mint amikor fiatalok voltunk. Akinek többje van, az többet tud tenni. Egyszerűen azt gondolom, hogy apósom is nagyon sokszor elmondta, hogy a lehetőségemet kaptam, és tovább kell, hogy adjam a másoknak. Ez nem jelenti azt, hogy mi álszerények lennénk. Nem jelenti azt, hogy ne szeretnénk elutazni, hogyha lehetőségünk van, és világot látni, vagy a gyerekeinket jó iskolákba járatni. De az biztos, hogy, hogy van egy olyan szemléletünk, hogy egy kicsit mélyebben is szeretnénk megélni ezt a földi életet, és egy kit, arra is használni, amire kaptuk, tehát, hogy felelősségteljesen teljesen a világban. a konkrétumok irányában menve, ugye a bérescsepp 42 évvel ezelőtt úgy robban be a köztudatban, mint a rákbetegek gyógyszere. Ezért például az alapítványnak, a béres alapítvány a teljes életében ma is központi szerepe. Igen, bocsánat, a... ez fontos hangsúlyozni, hogy ez gyógyszer. Gyógyszer. Tehát, tehát egy, 2000 óta a gyógyszer, már 2000 igen. Óta gyógyszer. Ugye ajánljuk a rákbetegeknek is állapotuk közérzetük javítására. Nem, és bocsánat, megint félbeszakítalak, tehát ez prevenciónak is nagyon jó. Tehát most nem, tényleg az anyukámnak azon kívül, hogy volt egy balesete tehát a gerincével, és akkor ez ilyen kicsit a mozgásában korlátozta, azon kívül neki ezt ő még a 70-es évek végétől ragaszkodott ehhez, és. és Hát most az, hogy jobban a lelete, mint az enyém, az mondjuk az csak egy dolog, de de, hát, de tudod, akárhova megyünk van. az országba, akárhova szóval megyünk a világba, mindenkinek van ilyen története, hmm. hogy nekem az anyukám, nekem a gyerekem, nekem a szomszédom. Visszakanyarodva az alapítványhoz, hogy évente visszatérő programja a Béres Odaganatos Program, ami egy jótékonysági koncert, és ennek a koncertnek a bevétele, ami néhány millió forint szokott lenni, ez mindig egy onkológiai, intézménynek ajánljuk föl. És mindig másik, mindig nem? másiknak lehetőleg, akik gyerekeket kezelnek, így végig utasztuk lényegében ezzel a programmal, vagyis a támogatásokkal az országot, Szolnok, Szeged, Pécs, Miskolc, Budapest. És hát lényegében ez 10 éve tart körülbelül ez a program, és segítünk az onkológiai intézeteknek az olyan problémák megoldásában, amire más forrásunk nincs. Tehát egy-egy kiemelt, tehát az alapítványnak az egyik legfontosabb nyilván az emberi élet és az egészségnek a támogatása, de azon túlmenően kultúra, oktatás, kutatás is a palettánkon van. Itt béres ösztöndiakat számos iskolában működtetünk, nyilván azokban az iskolában elsősorban, amelyekhez kötődünk személyesen is. És hát van béres, doktor béres Ölzsőfően, Így van, a is harmadik is. kerületben is, tehát első és egyetlen iskola, amit Budapest harmadik kerületben neveztek el édesapámról egy általános iskolát, de ugyanis Szabolcsban, de az ország nyugati felén is vannak olyan általános közép vagy akár egyetem, iskolák vagy egyetemek, amelyeket támogatunk ösztöndiakkal. Tehát eléggé szertágazó ez. Nagyon termékadományt adunk ugye a rászorulóknak, akik nem tudják megvenni betegeknek, időseknek. A termékadományaink jelentősek. Tehetséggondozásba részt veszünk. Tehát valóban azt gondolom, hogy nagyon sok mindent csinálunk. Amit úgy összességében mondhatunk erről, hogy nem soha nem rutinszerűen adunk. Tehát nem azért adunk, hogy letudjuk, hogy ennyi van, hanem kiválasztjuk azokat a programokat, hiszen azért nem végtelen az a lehetőség, amit mi tudunk adni az igényekhez képest, ugye? De amit adunk, azt úgy adjuk, hogy valóban rászorulóknak, valóban értékteremtésre, és valóban meg is valósuljon, amire fordító, fordítani szeretnénk, tehát ne úszon el az adomány a levegőbe. Ez egyfajta nagyobb odafigyelést igényel. Hát ezt is az én kis csapatom végzi és nagyon elkötelezett munkatársaim vannak, hál' Istennek, akik azt nagyon jól csinálják. Én még egyel én magamat érzem adósnak, hogy a számotokra érkezett három legnagyobb isteni adományt nem soroltuk fel kellőképpen az én olvasatomban, hiszen Merséről beszéltünk, ugye, aki a csillagszemű egyik uh, a Melinda, aki ugye írt, és aki, aki ugye most a borászatnak a vezető, azt most nem is kérdezem meg, hogy minek kellett a béresnek még egy borászat, de ha akartok <gül> egy <gül> mondatot, mondjatok de, de, de azt, hogy Bocsánat, hogy tehát a marcerről nem beszéltünk, illetve hogy most ki mivel foglalkozik, foglalkozik, illetve mi lesz kiből, mi lesz a három adományotokból, három isteni adományotokból, ezt még gyorsan mondjátok Hát két el, gyermekünk ugye már a vállalatban dolgozik, Nyilván hosszabb Melinda van. és Melinda hát Marci. mint egy hete. Azért és <laughs> mit csinál a Marci? hát most a borászattal foglalkozik pillanatnyilag, a borászat apró cseprő ügyeivel. aztán Melinda is azzal foglalkozik? Melinda vezeti De, a, lényeg, borászatot. lényeget mondjuk, a, Marci is köz, Melinda és Marci végzett közgazdászok. Marci most fejezte be a véglegesen az egyetemi tanulmányait, nagyon-nagyon okos gyerek. De úgy fejezte be, hogy elvégezte. El. Úgy, fejezte be, nem, az úgy, fejezte be, úgy fejezte be, hogy nem Dubál. egy egyetemet fejezett be, hanem befejezte a Corvinus Egyetem mesterszakát, plusz egy nemzetközi egyetemet, a nemzetközi rangú diplomával, úgyhogy azt majd novemberben Brüsszelbe veszük át. Nagyon okos gyerekről van szó, és ő, hadd mondjam én ki, most beállt, mint egy hete a cégbe dolgozni, aztán szeptembertől egy kicsit mélyebben elkezdi megismerni a béres részvénytársaságot, nem tudjuk, hogy most marad, nem marad. Én hosszú távon ő benne látom az édesapja utódját, minden eh, tehetsége megvan hozzá. Nagyon... Én meg Merindába te utódod. A Merindába látja az én férjem az én utódja. Melinda szintén közgazdász, ő ugye a legidősebb, ő végzett leghamarabb, és úgy hozta az élet, hogy néhány évvel ezelőtt, azt hiszem négy évvel ezelőtt kapta meg a szőlőbirtoknak az irányítási lehetőségét, amit nagy-nagy szerelemmel és szeretettel tesz, nagyon ügyesen, mert nem csak ír, nem csak kitűnő kiazgazdás, de egy nagyon integratív személyiség. Úgyhogy határozottan sok munkát végeztok a hegyaljának az érdekében, a, az ottani lehetőségek, hegyalja, szabályozás, stb. stb. Akkor ilyen borbe vásárlási gondjaitok nincsenek? <laughs> hát, ha csak nem egy tokaitól különböző magyar vagy világbort szeretnénk inni. Hát már a borászatról is szó volt, meg a gyerekeinkről. Egyedül az énekes könyvemről nem volt szó. Jaj, jaj, szóba hozunk. Ez... Hát ez de minden a, a műsoridő. Hát a szép magyar ének, én, én megmondom összint, <sínt> hogy ez annyira vastag könyv, hogy ki akartam hagyni. ez egy külön adás. <sínt> de <kínem> de <fagyni> hogy valaki, 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 aki egy külön ilyen, adás, értem. A, a, természettudományok doktora, az hogy a csodában tud egy ilyen fantasztikus, szép magyar énekeket tartalmazó könyvet? Hát életünkben biztos számos ponton, vagy számtalan ponton látható ugye a égiek kegye, vagy a sorszerűség. Nyilván ez is valahogy így jött, hogy az ember egyszer csak ráérez, különböző hatásokra természetesen ebben vannak lelki hatások, családi hatások, baráti hatások. Ezt így mutatom közben, hogy és itt egyéb azért hatások, is vannak ám. Hogy készüljen egy ilyen énekes könyv. Gyakorlati aspektusa nyilván az, hogy kerestünk olyanokat, amiből énekelni tudunk családi baráti körben, és kevésbé találtunk, hát ez, ez ugye 15 évvel ezelőtt van, és akkor ráadom magam a 2000-es évek közepe tájékan, hogy, hogy készüljön egy ilyen énekeskönyv, nyilván alapvetően tükrözi az én ismereteimet, illetve ízlésemet, bevontam szakembereket, és egy nagyon kiváló, de gyakorlati aspektusú családi barát éneklésekhez kiváló Szép Magyar Ének című könyvem jelent meg. 430 szép magyar népdal szerzett ének, nóta, egyházi ének, himnusz található benne. Sok olyan, amit nem nagyon ismer az ember, és nagyon szép. Így van. És akkor ezek szerint alkalmasint el is tudod énekelni ezeket? Hát sokat el tudunk, én, én nem vagyok énekművész, de, de magamban családi körben éneklek. Hát Egyszerűen én olyan én nem annyira... szeretnék részt venni, amikor a Béres Borok mellett Béres József a, 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 a Béres birtokon lehet, lehet. a találni. találni. legközelebb az augusztus 16-a szombat este lesz, amikor a Múzsikás Együttes húzza majd a Béres birtokon a zenét, és én ott fogok énekelni. Nem úgy, hogy kiállok a színpadra, is lehet. hanem a közönség része. <coughs> <szak. tos> <coughs> közel kell ülni. Ahogy közel bácsi szokta mondani, ő is ugye a nagy népzenegyűjtőnk. A Ma mai élő legnagyobb, hogy nem vagyok énekes, csak a magyar népdal és népdal szerelmese. Hát én ezt egy szerényebb módon tudom megfogalmazni ugyanígy. Hát te kezdted a műsor, tulajdonképpen te javasoltad az, hogy milyen kérdéssel kezdjük, és tulajdonképpen a harmadikra el is jutottunk odáig. Most viszont a végét azt abszolút a te ízlésed szerint, és egy váratlan fordulattal fejeztük be, mert ez engem teljesen meglepett, hogy ez milyen szintű, hát nem tudom, ez egy húsz éves kutató munka eredményeit felmutató könyv tulajdonképpen, tehát hogy mellesleg a kémia, meg a... Hát szabadidőben egy történt mindez, így a családom elég G. ami is mindezt, írtak is hozzám egy pikért verset. Amit Nagyon amit most kedves már Nem tudom beolvasni, mert nincs rá idő. Mennyire hosszú? Az a vers? Néhány strófából áll Egyetlen összesen. Nem, hát, egy nem tudja elmondani. Nem tudom. Na akkor ezt majd lehet, hogy ezt majd még Azt eltérjük. gondoltam, egyszer béres, nincs Dalos könyv, elégséges. Ezért tehát Béres fogta és írt egy ilyen dalos könyv. Hát nem tudom fejből, de... de ez elég volt, de... ez érezzük, hogy milyen Így indul. Én hát a... Valóban a szabad idejében nagyon sokat foglalkozott ezzel a dologgal, de hogy úgy mondjam azért ezt a család nagyon megértése, mert, mert Jóska egy olyan típusú ember, biztos, hogy az édesapjától öröklő tulajdonság, hogy amihez hozzáfog azt nagyon-nagyon mélyen és nagyon alaposan. Tehát itt nálunk Könyv és CD-hegyek, tehát én azt gondolom, hogy ma, ma nyugodtan mondhatjuk, hogy kevesen ismerik a magyar népdalkincset olyan, olyan szinten, mint Jóska, hát hmm. amatő amatőr, ember nyilván. Nagyon semmi szakma is, én csak szeretem mindent. De reng, tehát Kodálytól Bartokig hmm. és mindenkitől Kalos Zoli végig vette, és nagyon alaposan és magát a könyvet is ezzel a tudományos igényességgel És hát nagyon készítette. sok tudós segítőtársam volt mindenben természetesen. Hát Berecki János, őszintén Lug, gratulálok és mások. egyébként, és, 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 és úgy is elnök úrnak, mint szerkesztőtársamnak, hogyha megengeded, akkor egy picit patetikus leszek a végére így az elköszönésnél, hogy nagyon-nagyon szépen megköszönöm, és köszönöm szépen, hogy a tehetségen és a tudáson kívül így, így beavattatok bennünket ebbe a szeretetbe és barátságba, ami ebben a családban így létezik és működik, és így az ember meg, megismeri, hogy azért mik még azok a béres titkok, amitől ilyen jól működik ez a béres cég, és amitől ilyen jól működik a béres familia. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltetek bennünket. Köszönjük a lehetőséget. És nagyon szépen köszönöm a nézőink figyelmét is. Viszontlátásra.